Országszerte összesen 25, köztük budapesti és vidéki helyszíneket látogathattok meg ingyenesen vonattal, csoportos utazás esetén. Videóban az aktuális szabályozást és a Márstart ZRT kedvezményét mutatjuk be. Szia! Jeki Gabriella vagyok, az osztálykirándulás.hu munkatársa. A következő percekben a Márstart ZRT aktuális szabályozását szeretném bemutatni, egyszerűen és lényegretörően. Lássuk, miről is lesz szó a videóban. Az ingyenes csoportos utazás aktuális szabályozása. Kik vehetik igénybe a díjmentes utazási kedvezményt? Az ingyenes vasúti utazás helyszínei. Az ingyenes vasúti utazás szervezésének lépései. Elsőként nézzük végig, hogy mit takar az ingyenes vasúti utazás aktuális szabályozása. Csoportos menetjegy vásárlás során az együtt utazó felnőttek, diákok és óvodások különböző kedvezményeket vehetnek igénybe vasúti utazáshoz. Fontos belekalkulálnod, hogy a feláros tételek, például a helyjegy megfizetése, a kedvezmény igénybevétele mellett is kötelező. 16 városban érhető el az úgynevezett szolgáltatás értékesítő, akik az ingyenes utazás foglalásában nyújtanak segítséget a kirándulóknak. Az értékesítőkkel már az utazás tervezésekor vegyétek fel a kapcsolatot. A Márstart honlapján találsz egy térképet a hozzátok legközelebb eső értékesítő elérhetőségeivel. A csoportos utazás igényét a tervezett utazás előtt legalább 7 nappal kell jelezni az osztálykirándulás szervezőjének a szolgáltatás értékesítő felé. Az ingyenes utazás kedvezményét igénybe vehetik az általános iskolák, a középfokú iskolák és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési oktatási intézmények, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulói. A kísérők számára is biztosítanak kedvezményt. 10 év alatti diákok esetén minden 10 fő diák után 2 fő kísérőnek 50% kedvezményt. 10 év feletti diákok esetén minden 10 fő diák után 1 fő kísérőnek 50% kedvezményt. A kiránduló osztályok az alábbi budapesti és vidéki helyszíneket látogathatják meg ingyenesen vonattal. Pécset, Augustaszert és Pannonhalmát, Esztergomot, Székesfehérvárt, Diósgyőrt, Sárvárt, Somogyvárt, Mohácsot, Egert, Várpalotát, Miskolcot, Szigetvárt, Sárospatakot, Debrecent, Nagycenket, Fertődöt, Gödöllőt, Keszthelyt, Pákozdot, Zircet, Komáromot, Nagykőröst és Gyulát. Belföldi díjmentes utazás igénybevételére jogosultak az ország területén működő általános iskola nappali tagozatos tanulói, valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói, minden 10. tanuló után 1 fő kísérő. Most nézzük végig az ingyenes vasúti utazás szervezésének lépéseit. A menetjegy érvénytartama és felhasználása nagyban függ attól, hogy mikor, hova és hogyan szervezzük az ingyenes vasúti utazás élményét. A MÁV a következő lépéseket javasolja. A csoportos utazást a fogadónyilatkozatban megjelölt tanítási vagy szombati napot megelőző nap kezdhetitek meg. Legkésőbb 7 nappal az utazás kezdete előtt vedd fel a kapcsolatot a MÁV szolgáltatás értékesítővel. A visszautazást csak a megjelölt tanítási vagy szombati napot követő nap végéig be kell fejeznetek. A díjmentes utazás az iskolátok székhelyének vasútállomásától, a látogatott múzeum helyének vasútállomásáig és visszaérvényes. Az utazás nem szakítható meg. A látogatás helyszínén ne felejtsétek el lebélyegeztetni a csoportos menetjegyet, hiszen a visszaútra is csak akkor érvényes. Csak a második kocsi osztályra foglalhattok helyet. Hisszük, hogy egy jól megszervezett osztálykirándulás életre szóló, felejthetetlen élményekkel ajándékozza meg a gyerekeket. Reméljük, hogy sikerül ez a kalandhoz nekünk is hozzájárulnunk.